Jó estét kívánok, folytatjuk az aktuálisan. Lezárult a rendőrség házhoz megyünk elnevezésű országos tájékoztató kampánya. Ugye ez a program egy éven keresztül a lakossághoz volt hivatott eljutni, és arról tájékoztatni a lakosokat, hogy ki mit tehet meg a vagyonbiztonságának megóvása érdekében. Ennek kapcsán stúdiónk mai vendége Medgyessy István, bűnmegelőzési előadó. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok, tisztelettel köszöntöm is a nézőket. Először is nézzük meg a záró kampányról készült híradós bejátszásunkat. Őrizetlenül hagyott táskák egy szál törölközővel letakart értékek a strandon. Az ehhez hasonló helyzeteket használják ki azok, akik az emberek jó hiszeműségére alapozva próbálják meg eltulajdonítani mások értékeit. Sokan a maguk kárán tanulták meg a régi mondást, alkalom szüli a tolvajt. Állandóan zárva van az ajtó. Mióta fölnyomták a redőnyt, pont otthon voltam, hallottam, új ajtót vettem, olyan ajtót, ami nem 100 éves, hanem ilyen 8 rekeszes biztonsági ajtó, más nem tudtam csinálni, de ha kimegyek hátra még a kamrába, akkor is be kell zárnom az ajtót. A legtöbben már tisztában vannak az alapvető teendőkkel, amikre érdemes odafigyelni, hogy ne váljanak célpontjaivá a besurranó tolvajoknak. A megyében is, illetve a Békés Csabán is a vagyon elleni bűncselekmények száma csökkent. Ez köszönhető nyilvánvalóan a bűnüldöző munkának, a közterületi jelenlét fokozásának, illetőleg a megelőzési tevékenységnek, többek között a házhoz megyünk programnak is. A rendőrség utóbbi tájékoztató kampánya július végéig tartott. A tavaly ősszel indult programban a rendőrség munkatársai országszerte rendszeresen megjelentek a városok forgalmasabb területein, ahol információs pontokon hívták fel a lakosság figyelmét azokra az óvintézkedésekre, amiket ki megtehet a maga vagyonbiztonsága érdekében. Az egyik ilyen lehetőség a Bike Safe, ami segítségével könnyebben megtalálhatók az esetleg ellopott kerékpárok. A tapasztalatok azt mutatják, a rendszer egyre népszerűbbé válik a biciklisek körében. Itt a strandnál is sajnos megtörtént, illetve a tömbházból is eltolyanodtak egy szintén hasonló cruiser kerékpáromat, és szeretném megelőzni ezt a dolgot. Ez voltak éppen egy adatbázis, amiben többek között a bicikli gyártási számait, fényképét és a tulajdonos adatait töltik fel, így egyszerűbbé válik az azonosítás. Internetes felületen lefényképezzük a kerékpárokat, és mindenféle adatot tartalmaz ez a regisztráció, így biztosítva azt, hogy ha esetleg eltűnne az a kerékpár, akkor azon túl, hogy egy piros női kerékpárról van szó, egészen pontosan fogjuk tudni, hogy hogy néz ki ez a kerékpár, és természetesen nagyobb így a valószínűsége a megtalálásának is. A pozitív tapasztalatok alapján a rendőrség úgy döntött, folytatja a házhoz megyünk programot. Szeptemberben az iskolakezdés után elsősorban a diákokat és a munkahelyeket szólítják majd meg a különböző vagyonvédelmi tudnivalókkal. Nos, ugye az anyagban is elhangzott, hogy azért nagyrészt a lakosság már tisztában van azokkal a dolgokkal, azokkal az alapvető dolgokkal, hogy mit kell tenni annak érdekében, hogy a vagyonuk biztonságban legyen. Ez valóban így van? Ennek a programnak mely elemei voltak azok, amelyek még mondjuk úgynevezett hiányos részekre világítottak rá? Igen. Azt gondolom, hogy tettünk már azért, hogy az emberek talán jobban átérezzék azt a helyzetet, hogy a világ ilyen szempontból is megváltozott, de azt gondolom, hogy még nem értünk a munka végére, tehát van bőven még ezzel a programmal kapcsolatban egy kis, mondjuk úgy, adósságunk, illetőleg hát munkánk azzal kapcsolatban, hogy az emberek még inkább tudják, hogy az önvédelmi képesség egy nagyon fontos tényező abban, hogy ne váljanak sértetté. Egyszerű dolgokat szeretnénk ebben kommunikálni, mégpedig azt, hogy ami a riportban is elhangzott, hogy ha bizony valamilyen módon őrizetlenül hagyjuk az ingatlanunkat, akkor nem szabad azt a régi, mondjuk ugye a 70-es, 80-as évekbeli reflexet követni, hogy arra pár percen nyugodtan nyitva maradhat a bejárati ajtó, be kell zárni. Ha ablakunk van az utcafrontra, nem szabad nyitva hagyni, ha csak nem tartózkodunk abban a helységben. És ha egy jó zárunk van, egy jó ajtónk van, ez mondjuk már átmegy az anyagi oldalba, amikor már áldozni kell rá, akkor tehát vegyünk egy olyan zárat, ami passzol a zárkeretünkbe, az ajtónkban, ne legyen hosszabb, ami megfogható, eltörhető.
lehetőség szerint jó minőséget válasszunk, 1-2000 forinttal nem érdemes spórolni. És ezek talán olyan dolgok, amikre elég talán az odafigyelés és az alaposság, nem kell nagy összegeket költeni. A másik oldala viszont az, hogy bizony vannak olyan állampolgárok, akik akár értékeket tartanak otthon, amik talán nagyobbak, mint a korábbi időszakban. És talán erre is még külön fel kell hívni a figyelmet, hogyha ilyen dolgok vannak otthon, ha ilyen dolgokat birtokolunk, akkor azoknak a megfelelő védelméről, biztonságáról gondoskodnunk kell. És akkor itt jön képbe ebben a programban azok a partnerek, akik a vagyonvédelemmel foglalatoskodnak, és ők ebben a szakemberek. Nyilván mi is tudunk ebben tanácsot adni, de az autentikus partnerünk ebben a Vagyonvédelmi Kamara. És ők tudnak például egy helyszíni auditnál abban konkrét tanácsot adni, hogy na ebben az ingatlanban, ebben a helyzetben mi az az alapvető, illetve mi az az optimális megoldás, amivel hatékonyan meg lehet védeni ezeket az eszközöket, ezeket a, akár munkaeszközöket, tehát munkahelyről is van szó, de mondjuk egy magánházat, vagy egy bármilyen ingatlant, amiben értékeket tárolunk. Még egy eszembe jutott, hogy nem gyakori, és itt is szeretném elmondani, hogy talán egy praktikus dolog, hogyha valakinek értékes műtárgyai vannak, például ékszerei, festményei, ezek csak példák, lehet más is, akkor nagyon ritka, hogy eszükbe jut, hogy mondjuk egy katalógust készítsenek erről önmaguknak. Egy leírást, azonosító jegyeket, akár azonosítószámot, fényképet. Hogyha baj történik, akkor gyakorlatilag csak előhúzzuk a fiókból, és megmutatjuk, hogy ezek azok a dolgok, amelyek esetleg eltűntek, ezt kell keresnünk. Nagyon-nagyon sokat segíthet a dologban. Mit lehet mondani, ugye egy éven át zajlott a program, és itt a megyében is híradónk is kint volt mondjuk annál a tudósításnál, vagy annál az eseménynél, amikor egy ilyen bolt bejáratánál a Rudolf, azt hiszem Rudolf volt a rendőr, és neki a zsebébe voltak ilyen tájékoztatós kis füzetek, hogy egészen pontosan külön témakörre bontva, hogy mit tegyen a lakosság. Ők ezt hogyan fogadják, illetve melyik az a réteg, mondjuk korosztály, vagy nem tudom, hogy mi, hogyan lehet besorolni, akik mondjuk inkább veszélyeztetettebbek ilyen dolgokban? Igen, itt talán jól látszik, hogy a házhoz megyünk, és a kisebb települések nagyobb biztonságban című megyei pályázat az úgy én értelemben összeér, mert ott azt a réteget, illetve azt a település szerkezetet próbálták megcélozni a megyei kollégák, ahol kifejezetten egy kisebb közösség él együtt, ugyanakkor lehet, hogy az egymás ismertsége okozza azt, hogy nincs talán ugyanaz az önvédelmi képessége. Ilyen módon akkor ugye különbséget kell tenni, így mondjuk van. Egy főváros, vagy egy Pest megyei tájékoztatásban, és mondjuk egy ilyen de még kisebb... egy Békés Csabai, meg mondjuk egy kis falu Békés megyében is. És ott egészen más dolgok tűnhetnek el, mondjuk így ősztájékán termények például, házi állatok, ami mondjuk egy belvárosi ingatlannál nem feltétlenül jellemzőek. Ott másra kell odafigyelni. És ott pedig egy ilyen másik specialitás is előbújik, nevezetesen, hogy a kisebb településeken talán nagyobb az arányszáma az idősebb lakosoknak. És itt megint csak egy olyan rétegről beszélünk, akik a bizonyos elkövetési módoknál, nevezzük nevén a trükkös lopásoknál, leginkább veszélyeztetettek. Akik talán a régi reflexek vagy a régi szocializáció folytán talán több olyan értéket tartanak otthon, kevesebb mondjuk így védekezéssel, mint a fiatalabb generáció. Gondolok arra, hogy mondjuk készpénzt tartanak otthon, ékszereket tartanak otthon. Lehet, hogy megbíznak a szomszédaikban jobban is. Tényleg csak lemegyek a boltba és nyitva hagyom az ajtót, bizalmasabban állok az idegenekhez, beengedem őket a lakásba. Ezeket próbáljuk elmagyarázni, elfogadtatni az emberekkel, hogy bizony egy egészséges védelmi reflexnek ki kell alakulnia, mert bizony előfordul, hogy az ilyen emberek, akik nagyon jól kommunikálnak, nagyon jó megnyerőek, stb. Tehát nem keltenek bizalmatlanságot, éppen ez az eszközük, hogy bizalmat keltenek. Elterelik a sértett figyelmét, ráadásul, hogyha egy olyan idős emberről van szó, akinek mondjuk a látása már nem megfelelő, lehet, hogy már nem is tudna jó személyleírást adni róluk. Nem is gondolja egyébként, hogy meg kéne őt figyelni, mert hogy bízik benne. Vagy nem tud úgy mozogni utána,
mert hogy már nem tud olyan gyorsan mozogni. És akkor el tudja terelni a figyelmét, a jellemző helyekről el tudja venni azokat az értékeket, amelyek bizony akár egy, akár az élete gyűjtése, munkája lehet annak az idős embernek, és egy perc alatt oda van. Tehát ezekre próbáljuk felhívni a figyelmet, hogy például készpénzt közműcég vagy önkormányzat nem visz ki, pláne nem úgy, hogy abból az állampolgárnak majd vissza kell adnia. Nagyon sokszor ez a trükk. Tessék visszaadni, mert csak 20 ezer forintos van. Örülnek a visszatérítésnek, de ez valójában egy igen, és nagyon sokszor akkor ugye elmegy a pénzforráshoz, megkeresi, akkor ugye már kifigyelik, hogy mi történik. Ugye említette, hogy valamilyen mértékben, illetve az anyagban hangzott el, most már lehet, hogy keverem a kettőt, hogy valamilyen szinten ugye visszaszorultak ezek, vagy alacsonyabb lett a vagyon elleni bűncselekmények száma. Na most ugye az is elhangzott az anyagban, hogy ennek sikerén ugye felbuzdulva ugye szeptembertől indul egy új program. Ugye a rendőrség készül, az ellentábor is tud készülni, tehát az ők fifikásabbak lesznek. Hogyan tud, vagy tud-e egyáltalán a rendőrség egy picit eléjük menni, egy kicsit abban tájékozódni, hogy mi a következő lépés, milyen jellegű dolgokra esetleg állhatnak rá az agyuk a csalóknak, hogy ugye, mert ugye az emberek ugye egyre jobban felkészültek, akkor látják, hogy ez az út nem járható, akkor megyünk egy másik irányba. Úgymond mi most a trend? Igen, tehát ez például, amit az előbb mondtam, ez a közműcég vagy önkormányzati dolgozónak átszázom magam. Ez talán egy picit már régebbi módszer. Van, ennek aki, volt az elődje az ágynemű. Igen, a házalók. Igen. Most már mondjuk úgy autentikusabban próbálkoznak ilyennel, hogy mondjuk baleset érte a hozzátartozóját, és az érzelmeire próbálnak hatni. Akár finoman is, de akár durván is, hogyha fizet, akkor eltusoljuk a dolgot című történet, és akkor tessék elutalni. Nem szabad ezeknek beugrani. Egyfelől egyébként, hogyha valójában ilyen történne, akkor egy bűncselekmény részesei vagyunk, vagy elkövetői, és akár, hogy pártolunk egy bűncselekményt, hogy próbáljuk eltusolni, nem jut a hatóság mondjuk így tudomására. Én azt gondolom, hogy picit azért nehéz kitalálni, nyilván vannak ötleteink, de azért azt hadd mondjam, hogy nem biztos, hogy eláruljuk, hogy mit gondolnak, nem biztos, hogy megmondanánk. Azok a kollégák egyébként, akik ezzel foglalatoskodnak, nem csak a szüke pátriánkban dolgoznak, hanem bizony ez igényli azt, és ki is dolgozta a rendszer ezt magának, hogy itt egy több megyével való szoros összedolgozás, együttműködés, illetve egy országos együttműködés kell, hogy legyen, hiszen ezek a trükkös tolvajok, ezek nem helyi elkövetők, sosem. Nem is emlékszem rá, hogy lett volna helyi elkövető, talán nem is lenne nagy szansza, hanem ezek utazó bűnözők, jönnek másik megyéből, akár az ország másik végéből, és így tulajdonképpen ismeretlenül tudják megoldani ezt a történetet, és utána oda visszamennek. Nyilván járnak máshol is, követnek el hibákat, és akkor szépen így összeáll a mozaik, és aztán előbb vagy utóbb bizony elkapják őket. Sarkukba lépnek. A másik dolog, amiről szó volt még itt az anyagban, ez a Bike Safe elnevezési program, ami ugye nem ez a program, tehát program, ennek a programnak az eleme volt, de ez már korábban elindult. Ez mikor indult egészen pontosan, vagy ez honnan fejlődött ki? Nagyjából olyan 2,5 éve találták ki Fejér megyei rendőrfőkapitányság kollégái, ők nagy kerékpárosok egyébként, tehát versenyzők voltak. Nagyon bosszantó tud lenni, hogyha az embernek ellopják a kerékpárját, sajnos én is. Igen, nem csak egy értékes kerékpár ellopása, hanem egy olyan kerékpár, ami hasznos a mindennapokban, akár munkaeszköz is. És gyakorlatilag az állampolgárt olyan értelemben nem érdekli, hogy mennyibe kerül, meg hogy ha csökken is bármilyen, ha ő neki ellopják a bicikliét, az ugyanúgy rosszul esik neki. Na most itt a Bike Safe programnál azt érdemes tudni, hogy erre egy bármelyik állampolgár önállóan is regisztrálhat. Ennek van egy minimális regisztrációs díja, 300 forint. Ez egy egyszeri regisztrációs díj? Ez egy egyszeri regisztrációs díj, és gyakorlatilag annyit szolgál, hogy magát a rendszer fönntartását segítse. Tehát én otthon a gép előtt mondjuk feltöltöm a biciklinek a fényképét, a gyári számát, meg az én adataimat körülbelül? Tulajdonképpen a gyári szám az egyik legfontosabb dolog, mert az egy egyedi azonosítója annak az egy kerékpárnak. De hogyha esetleg nem olvasható, van olyan kerékpár, ami nincs is rajta,
akkor viszont keresni kell a kerékpáron, és le kell fényképezni olyan egyedi ismertetőjeleket, amik csak azon a kerékpáron vannak. Például egyszer elborítottam véletlenül, és itt speciálisan így verődött le a festék, vagy ilyen fajta csavar, tehát olyan dolgot, ami egyedi lehet azon a kerékpáron. Több kép is föltölthető, felrakják a rendszerre, és így ellenőrizhető. Ha eltűnik a kerékpár, akkor viszont elektronikusan jelezhető, tehát kvázi a feljelentés az eljárás elindítható elektronikusan is. Ugye mondta, hogy 2 éve fut ez a program, ezt megelőzően mennyire volt mondjuk egyszerű felgöngyölíteni, és most ehhez képest mennyire könnyíti meg a munkát az, hogy megtaláljuk vagy megtalálja a rendőrség az eltűnt kerékpárt? Mindenképpen gyorsabban lehet azonosítani egyedileg a kerékpárt, illetve még lehet, hogy fura, amit mondok, de gyorsabban és egyszerűen lehet azonosítani a sértettet. Ugyanis előfordult az, hogy mondjuk egy kerékpár tolvaj felderítésre került, és utána volt nála mondjuk 8 kerékpár. 6-nak tudtuk a gazdáját, és a másik 2 pedig lógott a levegőben, mert vagy ha be is jelentette, nem tudott például egyedi azonosítót megjeleníteni, ezáltal körözni sem tudtuk a kerékpárt, vagy pedig be sem jelentette, és akkor hát most ki a kerékpár? Nem tudjuk. Ilyenkor egyébként azt szoktuk csinálni, hogy egy újsághirdetést adunk föl, hogy elkövetőt elkaptunk, találtunk kerékpárt, lehet jelentkezni. Nyilván nem mondjuk meg, hogy piros ilyen kerékpárt, mert akkor persze az enyém, hanem nyilván el kell mondani a sértetnek, hogy milyen volt. Ilyen értelemben a BikeSafe nagyon sokat segíthet. Van egy olyan linkje is, ahol viszont van egy lista arról, hogy milyen kerékpárokat loptak el. És akkor például abban lehet keresni, mondjuk egy vevőnek is, kínálnak neki egy feltűnően jó áron egy jó biciklit. És mondjuk megnézheti, hogy hoppá, nem biztos, hogy jó ez a bicikli, megnézem, hát ha szerepel esetleg ezen a listán. Illetve még van egy nagyon érdekes oldala, a hirdetési oldalakon hasonló jellegű, hasonló színű kerékpárok, hogyha megjelennek, akkor azt hasonlítja az adatbázissal, és akkor megnézi, hogy ki is árulja azt a bit, tehát hogy egy pici kifelé figyelése is van a rendszernek, hogyha esetleg ellopják a biciklit, akkor hopp, ott hirdetik, és akkor ez a kollégáknak segít. Hát én nagyon bízom benne, hogy nem lesz hosszú élet ez a program, mert hogy nem lesz szükség rá, mert hogy nem történnek kerékpárlopások, de szerintem ez még a távoli jövő. Köszönöm szépen, hogy elfogadta meghívásunkat. Nagyon szívesen tettem. Kedves nézőinknek pedig köszönöm szépen a figyelmüket, amennyiben tehetik, maradjanak továbbra is velünk, viszontlátásra!